ugye 1979-ben. Ugye a Győri Balett mindig elmondjuk, hogy ugye a halottak napján született meg a társulat, akkor volt az első bemutatónk. Mindig is a tánc nyelvén megpróbáltunk gondolatokat közvetíteni. Természetesen az ember minden nap próbál megfelelni a közönségének, és a évadtervezéskor mindig Kisanos igazgató úr azt kéri tőlem, hogy picit, ha tudunk, emeljünk azon a bizonyos minőségi szinten. Most nagyon büszkén mondhatom el, hogy úgy érezzük, hogy sikerült, tehát ennél jobb visszajelzés nincs is. Nagyon fontos, hogy a közönséget a hideg vízből a melegbe dobáljuk. Tehát egy kis hideg, egy kis meleg, ébren tartjuk őket. A legfontosabb szerintem a Győri Balett szemléletében, hogy meg tudjuk szólítani a közönségünket. Én hiszem azt, hogy a táncművészetünk annyira sokszínű, hogy a stílusukban tudunk kevezni.